Oké, tehát a mérkőzésről. Hát nyilván egy jó videótonnal vagy egy Fehérvárral találkoztunk, ezt tudtuk nagyon jól, ezért megszerveztük a csapat védekedését, az működött is, nem nagyon tudtak rajtunk fogást találni, de hát azért rugattunk velük egy gólt. Sajnos a megszerzett labdákat jobban meg kellett volna játszani, sokszor kicsit kapkodtunk, ezért nem mindig tudtunk úgy kijönni a megszerzett labdákból a támadással. Viszont volt, amikor szép támadást vezettünk, sajnos azt nem tudtuk értékesíteni, de hát pont ugye a gólt egy sérülés után kaptuk, ennek a játékosnak az embere lőtte a gólt, aki ki volt rá osztva, és neki le kellett jönni a sérülés miatt. Tehát nyilván megpróbáltunk mindent, de tehát ilyen könnyű gólt nem lehet adni az ellenfélnek. Egy kicsit úgy tűnt, mintha az egy pontra játszana Debrecen. Nyilván nem volt könnyű a Vidi ellen kijönni a saját térfeléről, de nem éreztük azt, hogy hogyan tud a gólt szerezni a csapat. Mi volt a terv arra? Igen, nem az volt a tervünk, hogy most egy ponttal jöjjünk, hanem az volt a tervünk, hogy szervezettek legyünk, és aztán a megszerzett labdából próbáljunk támadást vezetni. Hogyha visszaemlékszik, akkor 0-0-nál pont nekünk volt egy nagy helyzetünk, amit nem tudtunk értékesíteni. De hát az a baj, hogy a megszerzett labdából nem mindig jól jöttünk ki. Na az volt a terv, hogy a megszerzett labdából azért volt fönt egy ék, és mögötte egy másik, hogy abból tudjunk támadásokat vezetni. Úgy láttuk itt félszemmel, hogy a lefújás után a Bódi Ádám piros lapot. Erről mit lehet tudni, mi történt ott, hogyan látta ezt? Én is csak annyit tudok, hogy piros lapot kapott, semmi más nem tudok. Hogy mi történt, majd nyilván meg fogom kérdezni a játékost. Fogalmam nincs, mi lehetett. Nagyon-nagyon meleg a talaja a csapat alatt. És már három meccs van, legalább számoljuk három pont a bottal. Hogyan tudja még motiválni a játékosait? Egyértelmű, meg kell lenni mindenkinek a belső motivációnak is. Három mérkőzés van, abból kettőt otthon játszunk. Úgyhogy én nyilván olyan vagyok, hogy utolsó percig nem fogom feladni, és ezt várom a játékosoktól is. Okay, congratulations to the players, but they do the job for win the game. Not today, not this week. I think we do hard game for score and for win this game. And also we want to win this game for the supporters. I think in this period is very very complicated. They support a lot us. And we need to pay with this pressure. Of course, we want to score more goals, but it's complicated. Listen, the game, the history for the game for me is that Debrecen come in play against us with the discipline defensive. They don't want to take the risk. This is the strategy for this game, and defending with a lot of players close to the area. But in the first and second, we start to if it's possible to move this line defensive to a lot of crosses. We have chances, don't score. In the first half, I feel that the team arrived a lot of times, but we need more people inside the area. For this, I do this change of Marco, more reference. After it was good. But I like the attitude of all the players, and we win 1-0. I think we deserve to win, and I think we need to score more goals. Elsősorban gratulálni szeretne a játékosoknak, mert jó munkát végeztek nem csak a találkozó alatt, hanem a hét folyamán is, és mindenképp meg szeretné említeni a szurkolóknak is, nagyon járt már egy győzelem, miattuk is mindenképpen örül ennek a három pontnak. Sokat segítettek minket a mai mérkőzésen is. Természetesen több gólt is szerettünk volna szerezni, nem csak ezt az egyet, de a Debrecen nagyon fegyelmezetten védekezett, ők nem vállaltak sok kockázatot, sok játékossal tömörültek a 16-os védővonalában. Mindenképp fel akartuk ezt törni. Az első fél időben is már sok beadás volt, a fegyelmezett debreceni védekezés ellenére is, de úgy érezte, hogy több ember kell a támadó vonalban, aki jól érkezik. Futács Márkó ezt már korábban bizonyította, hogy érzi a kapu, érzi a beadásokat, ezért is döntött amellett, hogy ő is lehetőséget kap, és végül az ő egyik ilyen érkezéshez, és az ő gólja döntött el a mérkőzést.
Természetesen szerettünk volna több góllal győzni, de így is nagyon örül ennek a győzelemnek, úgy érzi, hogy megérdemelten szereztük meg a három pontot.